Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez pedig itt a Planet Coaster! És úristen, gyerekek! Az összeomlás szélén állok, ugyanis rájöttem, hogy ez a játék, ez nem a kedvesek közé tartozik. Talán így könnyűn, meg ilyen sandbox módba, meg ilyen akármilyen variációval nem jelent problémát, de vagy én nem jöttem rá ennek a játéknak a valódi mondani valójára, hogy mire kell oda vigyázni, vagy pedig egyszerűen csak egy szemét rohadék, aki így élvezkedik a játékosok szenvedésén. Most stabilak vagyunk! Igen, ezzel a látványossággal kezdjük itt az egész játéknak a bemutatását az aktuális részünknek, és néhány dolgot szerintem át is fogok nevezni. Most nem a zenekarnál fogunk kezdeni, hanem ennél a vét... Nem, ezt még nem. Majd következőnek. Viszont van egy újabb látványosságunk, ami az előző részekhez tartozik, a Psihola 2-t. Azt eladtam, és újra megvettem. Mert igaz, hogy fel lehet újítani itt ennél a csavarkulcsnál, ennél az opciónál $55 felújítjuk, hop-hop, kipofozzuk, de az emberek megunják, az emberek... Gondoljatok bele, most aktuálisan van 1, 2, 3, 4, 5, 6 látványosság egy parkba. Ezen a 6 látványosságon mondjuk, ha belegondolunk, egy nap alatt könnyedén át lehet menni. Ergo, azok az emberek, akik bent ragadtak, nézzétek, csökken a boldogság. Fene a pofátokat. Hát sajnálom, várakozzatok. Oké, azt mondja, hogy túlságosan sok idő a várakozás. Semmi gáz, ez majd meghozza nekünk a pénzt, plusz még fekete szakál réme. Átka? Vagy réme? Nem tudom, mi volt. Oké, ezzel a látványossággal kezdtünk el, ugyanis hitelre halmozva próbáltam meg stabilizálni a parkon. Rendbe kellett tenni fekete szakár rémét, rendbe kellett tenni a pszicholát. Azt hiszem, hogy a pszicholát fogjuk átnevezni, mit szóltok hozzá? Jöttek abszolút nagyon-nagyon jó ötletek. Menekülőhajós. Az jó lesz, menekülőhajós. Ez jó lesz, ez lesz a menekülőhajós. Köszönjük Katona Balázsnak a hozzászólást. Valamint az új látványosságunkat, ami itt van, úgy néz ki, hogy ebben lesz jövő. Igaz, hogy közepes a karbantartási igénye ennek a szuttyoknak. Viszont a lifetime profitja már $361, amire azt mondom, hogy teljes mértékben jó. Az előző havi volt annyi. Lifetime profit az $1000. Ha nullára kijövünk, boldogok vagyunk. Ugyanis a parkomnak óriási részét, mármint a profitomnak az óriási részét, ezek az épületek adják meg. Ugyanis ennek a matróz koktélos épületemnek a profitja $11,000. Brutális! Miért jönnek az emberek parkba, hogy felüljenek a látványosságra? És mi hozza a lóvét? Ez! A Turmix, bazd meg! Ez hozza a pénzt! Gondoltátok volna? Nem, én sem. Remélem, hogy ezek is fognak tejelni. Illetve, hogyha egyre inkább ki fogom terjeszteni majd a parkomat a jövőben, akkor szeretném majd, hogyha még több ilyet készítenék. 606 ember van bent a parkomban, és visszajövök ide, mert egyébként ez a legprofitálóbb része szerintem a parkomnak, hogyha a kajáldákat nem vesszük alapul. Márpedig a kajáldákat nem kéne alapul venni. Ez jó tud, mert nagyon jól hozza a pénzt. És mondtam az előző részben, hogy valószínűleg majd tovább fogom építeni itt ezt a kis erődöt, és a elsősegély nyújtó lesz az, ami el fogja indítani ezt a falat, mert szeretnék ide egy ilyen falas, ilyen őrökkel telerakott helyet készíteni. Na most! Előző hónap. 87 embert láttunk el előző hónapban, és itt van az a kettő, akár három hány ingert keltő építmény. $1 toltam fel a költségét ennek a first aidnek, ennek az elsősegély nyújtónak, ugyanis azt akartam, hogy ez se folyamatosan mínuszba menjen. Nem tehetjük meg azt, nem tehetem meg azt a parknak az aktuális életébe, hogy nagyon-nagyon hagyja mínuszba elhúzódni. De amúgy jó, mert a park ratingünk az emelkedik, sokkalják kicsit a várakozási időt, plusz még a pénzünk is jön. 1300, kicsit rápörgetem a dolgokat, hogy azért teljen az idő, plusz még veszítsem el fel a lóvét folyamatosan, ugyanis nagyon jó, hogy működik ez az új látványosság, és ez hozza a kasszát, hozza a pénzt is szépen befele hozzá. Ennek nagyon-nagyon örülök, ugyanis, hogyha a menedzsmentre egy kicsit rákattintunk, az emberei egészen jók. Most abszolút stabilak vagyunk. Ennek most nagyon-nagyon örülök. Ami viszont érdekesség, a finanszírozásnál ugye 2 darab hitelt ismét felvettem.
Az előző hiteleket törlesztettem, ezt ismét felvettem, és gyakorlatilag egy deviza hiteles zsákutca ez az egész játék. És nem merek az 5000-nek nagyon nagy értéket adni, mert hogyha itt lemegyek 1000 alá, meg ilyen mínusz 5000-be leszek, akkor gyakorlatilag semmit nem tudok csinálni a park életébe, és itt maradok a porosálláson. Úgyhogy felpörgettem az időt, és arra gondoltam, hogy egy kicsit fejlesztem ennek az új látványosságnak a környezetét, amire kérek mindenkitől egy nevet. A legkreatívabb nevet fogja megkapni ez az új látványosság, aminek a neve Kickflip 2. Ennek kérek valami jót, valami nagyon szuper nevet. Fejeljetek bele a billentyűzetbe, aztán valami kreatív dolgot hozzá... Mit csinálsz? Mit csinálsz, apukám? Részeg vagy, vagy mi a bajod van? Semmilyen füstöt nem látok. Ott vannak az ember... Ja, nem lehet kiszállni? Remek. Biztos? Karbantartás, míg ott vannak az emberek? Ez annyira nem jó reklám, nem? Nem érdekli. Azt mondja gondok, én besétálok. A főnök úgy se rúg ki, mert egy van belőlem. Oké. Nagyon jó. Köszönjük szépen az asszisztálást, most már eredhetsz innen a búbánatosba. Yeah, mindenki örül, kiszállhattok. Igen, és mindenki szépen felpattan a járatra. 800 dollárnál tartunk. Nem fogunk pluszba menni. Úgyhogy, ha nagyon rápörgetem, mínusz 885-ben vagyunk, de ez kizárólag azért, mert nagyon-nagyon szívja a pénzünket ez a kettő hitel. Ezt nem tudom tovább csökkenteni, viszont ezt le tudom csökkenteni egészen 500-ig. Azt hiszem, hogy 500. Nem. 300-ig. Oké. 300. Ha a 10.000-esen túl vagyunk, akkor majd szépen vissza fogom állítani a hitelnek a lecsökkentését, de most kell, hogy egy kis lóvé becsorogjon a zsebembe. Kell, hogy pluszba legyünk. És még hogyha naponta, vagy havonta, ahogy a játék fogalmaz, hogyha havonta ilyen 50-60 dollárral stabilabbak vagyunk, már akkor is van értelme az egésznek. Látjátok, 600-700-nál vagyunk. Veszítjük a lóvét. És egyébként... Mobili card gets broken... Oké, jó, mennyit csináld meg. És egyébként a stagnálás nagyon veszélyes. Azt vettem észre, és abszolút úgy gondolom, hogy a játék akkor működőképes, hogyha nagy beruházást csinálunk, sok ember jön, kickflip, no, new, igen, ennyi. Meg is unták, kész. Aki bent vannak a parkban, megunták. A last month profit 200 volt, mínusz 800-ba vagyunk. Mínusz 800-ba, havi fenntartási költség, 620 dodó. Jesus. Oké. Hány betűvel írtam ezt? Menekülő! Nagyon jó. Menekülő hajós. Remek. Jó, amíg emberek beállnak a sorba és igénybe veszik a szolgáltatást, addig nem lesz gáz. De úgy látom, hogy ez a rész is arról fog szólni, hogy így megvárom, hogy hát akkor szépen várjunk meg a hitelnek, hogy így elmúljon. Még 2 hónap. Na jó, tudjátok mit? Megvárjuk, amíg a hitel elmegy, és utána folytatjuk. El sem hiszem. Az az igazság, hölgyeim és uraim, hogy eléggé nehezen bírom felfogni azt, hogy mi a helyzet, ugyanis amíg még volt egy kis előreugrás, sikerült törlesztenünk a hitelünket, plusz még elindítottam egy kutatást egy következő látványosságra. A finanszírozásnál már csak egy 5000 dollárosunk van meg, és 28 hónap, magyarán szóval 28 játékbeli nap, mert egy hónap egy ilyen 0-24 órát vesz igénybe itt a játékon belül. Kicsit érdekesen van megcsinálva ez, de minket ez nem fog zavarni, ugyanis rámentük a marketingre. Marketingnek köszönhetően hirtelen megint olyan 200 ember becsábítottam a parkba, úgyhogy azt fogom csinálni, hogy fogom az újságot és tínédzsereket céloztam meg, de most úgy döntöttem, hogy felnőtteket fogok, és kevesebb családot. Mert a tínédzsereknél kevesebb felnőttet vonzunk be a parkba, viszont főként tínédzserekre megyünk rá, vagy pedig inkább családokat és kevesebb tínédzsert. De mi azt mondjuk, hogy a felnőtteknek fogunk rámenni.
Most, az előbb kipróbáltuk ezt a Teenager kampányt, és azt mondom, hogy abszolút bejött. Úgyhogy rányomunk erre a kampányra, és kicsit rápörgetjük az időt. Megnézzük, hogy milyen hatással lesz így a parkunkra, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Ez most húzni fogja a számlánkat, ugyanolyan hatékonysággal, mint ahogy a kölcsön, a 10 000-es kölcsön is húzta le fel a számlánkat. Viszont ennek annyi a hozanatja, hogy emberek fognak jönni a parkomba, ha minden igaz, ha a kampányon működik. 470 ember van most az éjszaka közepén idebent a parkomba, és meglátjuk, hogy mennyien fognak bejönni. Jó, rendben. Gondoltam. Aha, már 2 is tönkrement. Igen, igen, igen. Hát most emiatt elég sok embert fogunk veszíteni így a parkunkon belül, de nem lesz semmi probléma szerintem. Megcsináljuk egyiket, megcsináljuk a másikat, és utána egyenesbe jövünk. Remélem nem fogok túl sok embert elveszteni. 100-al már kevesebb van. Úgyhogy annyit mondok, hogy a remény hal meg utoljára, és látszik egyébként a profitunkon is, hogy 100 emberrel kevesebb van most aktuálisan a parkban, mert hogyha látom, hogy az sem működik, akkor minek maradjak? Ja, még a Kraken forgó csápja is. Ja, azt hittem, hogy akkor megértem. Akkor megértem a 100 embert. Lássuk emberkéim, hol van a nem a janitor, hanem a mechanikusom. Ott vagy? Gyere testvérem. Oda. Kicsit átugrottuk a parkot. Az a játéknak egy nagyon jó előnye, hogy lehet így pakolgatni az embereket. 350 ember az, aki bent van a parkomba. 347. Csökkenünk. Nem baj, egyszer csak tök... Jézusom, mennyi ember bent ragadt. Brutális. Nem baj, menjetek be. 345. 345. És csurognak az emberek. Jönnek szépen vissza. Reggelre elkezdenek visszafele jönni. Nem tudom, egyébként azon gondolkoztam, hogy megérné-e esetleg átállítani a parknak a 0-24 órás nyitvatartását, átállítani kevesebbre. Mert hogyha kevesebb ideig vagyunk nyitva, akkor lehet, hogy a lifetime profit kevesebb a különböző látványosságoknál. Mert hogyha nincsen senki, mondjuk úgy éjfél és hajnal 6 óra között, oké, mindent fixáltunk. Ez is működik. Rendben. 460 ember. Ugye 450-nél mondtam, hogy talán nem lesz gebasz. De az emberek azok jönnek. Néhányan mennek is, de elég sokan jönnek most. Oké, azt várom, hogy mikor lesz meg az új látványosságunk. Nem is néztem, hogy mit kezdtem el kutatni. 69%. Cancelled due to lack of found online campaign banners. Oké. 500-an vagyunk. Szerintem nem sokat ért. A kampányba egyébként az is beleszólt, hogy 3 látványosságon ment tönkre. De reméljük, hogy a következő kampány már abszolút másképp fog muzsikálni. Azt hiszem, hogy itt lesz majd az ideje, hogy elég profitot termelünk. Úgy néz ki, hogy pluszba vagyunk. Plusz 300 környékén van. Menekülő hajósnak, igen, igen. Plusz 45 a rating. A ratingünk egyébként ugrál a megítélésünk, de most már profitálunk. Ennek örülök, hogy vannak még költségeink. Broken down, oké, azt nem hagyjuk annyiba, közel hozzuk a csávókánkat. Igen, hol vagy? Itt vagy, oké. Tudta ezt, hogy hol fog mi elromlani. Lássuk, hogy mennyi a profitunk. Potential multi... Lifetime profit 4746. Ez az. Ezért éri meg ezt csinálni. Azt mondom, hogy ha 4000-et fogja elérni a fekete szakár réme, a 4000 lifetime profitot, tehát 5000, ennyi. Az egyik stabil láthevőnk. Úgyhogy nem rosszak ezek a látványosságok, van ami nem szuperál annyira, mint például ez. A mobilik átka valamiért nem szeret minket. Mert ez abszolút nem akar termelni. A körhinta az sem nagyon szuperál, mínusz 4000-be van. Valamint ez a cucc, ez is profitál, ez a cucc, ez inkább húz minket. Az új látványosságunk, amire kérek majd egy nevet mindenkitől, vagy legalábbis egy embertől, az is jó lesz. Az is egészen szuper lesz. Ezek jók, ez is jó, nem tudom, hogy mit rinyál, minden egészen jó állapotban van. Hát, a menekülő hajós az már annyira nem. Oké. 400-nál tartunk, 471 ember van, a kampányidőszaka az valószínűleg lejárt, és most már működik minden. Szerintem lassan eljutok addig a pontig, hogy még egy embert fogok felvenni, aki a szervizeléssel fog foglalkozni.
Mit szólnátok, hogyha egy kicsit fejlesztenénk a parknak a küllemét? Minden tönkre megy, minden lesz valahogy, és pont éjszaka, haha, hogyne. Set light to... Ó, be lehet állítani, hogy mikortól legyen idő? Mármint világos? Az szuper. Na, akkor rámenjünk kicsit a dekorálásra, hogy most már így a kampánnyal kapcsolatban, a hitelekkel kapcsolatban, az emberekkel kapcsolatban, mindennel kapcsolatban mondtam valamit. És megnézem, hogy mi az, amim van. Ugye ezek a dekorációs elemek. Nem is, azt hiszem rossz helyen keresek. Treasure chest! Az most nem kell. Akasztó, vagy mi ez? Harang. Az most ide sem kell. Eszperem, és akkor building, ide menjünk. Oké, vannak blueprintjeink az épületeknél, amik nagyon jó kis dekorációs épületek, ezeket nagyon-nagyon szeretik. Van ilyen tündérkastély, van ilyen karibi ház. Azt hiszem, hogy ide akartam ilyen erődöt, itt meg ilyen karibi partot. Tengerpart, házakat lerakni, és oda az... Wow! Nagy ház. Ez tényleg elég nagy. Ha lebontanék egy-két falat, akkor lehet, hogy még tudnék belőle csinálni ilyen... Ah, igen, igen. Simán benézzünk a közel... És kilövés! Bum! Jó. Nem komoly talankorom el. Azt úgyse fogjuk megvásárolni most, nem igazán állunk úgy anyagilag. Pirate House Large, Pirate House Small. Mi lenne, ha raknánk ide valahova egy ilyen kalózházat? Mondjuk raknánk, itt kezdenénk meg. Ide is ne rakhatom? Csak ide nem rakhatom le. Jó, ide se. Na, azt hittem már sose tudom lepakolni. Lehet, hogy ide kellene lepakolnunk ezt a kalózházat. Ezt szerintem meg is veszem. Tudom, hogy gyűjtenem kellene a következő látványosságra, de ezt a látványosságomat, ezt egy kicsit fel kellene dobnom. Minusz 170-be került ez az apróság. És lássuk, hogy mit ad. 43%. 43%? Az nagyon jó. Azt mondja, hogy nagyon öreg. Na próbáljuk meg. Megmutatom nektek, hogy mi a helyzet. Nem tudjuk megjavítani. És nagyon öreg. Plusz még azt mondja, hogy mióta újra vettük, 2300-as deficitet termel. Ilyenkor jön el az a pont, amikor elgondolkoztak, hogy hát muszáj, hogy nekem a pénzemet szívja ez a cucc? Nem! Úgyhogy 400-at még kaptunk belőle, és most a parkunkat kicsit fel fogjuk szabadítani ettől. De abszolút nincsen para, mert a kutatásoknál... Hopp, meg is kaptuk az újat! Hammer Swing! Thrill Ride! Let's check it out! Hammer time! 2240. Oké, akkor tudjátok mit? Szedjük össze rá a lóvét. Megállítottam az időt. Eltelt körülbelül egy olyan, hát mit mondja, 2 nap, és a pénzem folyamatosan 2200 és 1900 között mozgott, és most volt az első pillanat, hölgyeim, uraim, amikor a 2245-öt, 40 fölött megdingeltük. Sose volt. Soha. Soha. És most megveszem ezt az aranyost. Lássuk, hogy mit ad. Hát, eléggé félelmetes? Igen. Elég féle. Egyáltalán nem félelmetes. Eléggé félelmetes hasonlóan, mint az Insanity, vagy a Insanity drágább? Drágább hát. Vagy a Kickflip. Viszont, hát a többi az ugyanolyan középszerű. 4.36, 3.91, 4.45, az annyira nem lett faszajárat. Félelmetesnek félelmetes, az zöld legalább. Oké, aki félelmet keresi, az itt meg fogja találni szerintem. És elméletileg meg is tudjuk már venni. Forgassuk csak be. Hopp, rossz gomb. Escape. Nem baj, megcsináljuk. Azért piros, mert oda nem tudom lerakni. Ide le tudom? Le! Oké, szuper. Valahova mégis ide... nem biztos, hogy ide le tudom, mert kell neki a hely. Akkor valahova ide kellene leraknom ezt az apróságot. Viszont... nem lesz pénzük járdára! Oké. Megpróbálom beforgatni. Hátha szeret minket.
azt az utat onnan megpróbálom eltakarítani, és most nézzük. Eljött az igazság pillanata. A igazságé. Nem jött el. Azt mondta, menj anyádba. Az igazság most nem akar minket. És ez a minimális távolság, ahol tudunk gazdálkodni. Kár volt megépítenünk oda azt a kunyhót, most abszolút jól jönne az a lóvé, ami abba benne van. Nem baj, lerakjuk. Lerakjuk, persze, még szép. És csinálunk neki egy bejáratot. Ide, nagyon jó. Csinálunk neki egy kijáratot. Ide, még jobb. És azt mondja, hogy hány ember tudunk itt járatra ültetni? 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 40 ember? Csatlakoztassuk csak szépen. Igen. És nincsen 4 dollárunk. Most már van 4 dollárunk. Nincsen. El kell adnunk ezt a viskót. Oké, gyakorlatilag 42 dollárt... Láttátok, hogy 42 dollár alig kiszúrta a szemem a játék? Ejha, gratulálok. Nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon megfontoldentes volt. 1 dollárt kapok az útért, és 4 dollárba kerül, hogy lerakjam? Aha, kicsivel többe. 10 dollár. Remek. Jó, egy látványosságtól elbúcsúzunk, viszont muszáj vagyok csatlakoztatni az utat. Gyerünk. Ilyen! Oké, jók vagyunk. És én most ezt menj... 650? Nem sok. 200... Oké, lássuk, hogy mit hoz. Gyerünk emberek, gyertek. Új látványosság indul. A kincses szigeten. Remélem, hogy most már 2000-en fognak jönni. Amúgy ismerem ezt a szutykot. Ismerem. Hasonlóba ültem. És kibírtam röhögés nélkül. Beállítom még, hogy itt... ne fél, hanem full load legyen. Azok kiszálltak. Jó szórakoztunk, tényleg király volt. Jó, hogy visszafordulnak. Mondjuk a családok azok nem valószínű, hogy ezt szeretik majd a legjobban. Oké. Wow. Egyesen nézzük meg, hogy mit csinál. Azért ezt elég átélni. Remélem élvezitek. Hú, 1959 dollárt kell még törlesztenünk, azaz ez megy majd egy picit feljebb. A látványosságnak az életéből, lássuk, hogy milyen program van ide írva. Swing high, nem bonyolítja túl. Jó, akkor mindennek a hintapalintának, mind pedig ennek a kickflapnek szeretném, hogyha adnátok valami nevet, amivel úgy gondoljátok, hogy rászolgál így a Kalóz Parknak a hangulatára. Következő rész a díszítés egyében fog telni, ugyanis megpróbálok a lehető legtöbbet kihozni profitra gondolva. Lehető legtöbbet kihozni a parknak az életéből. A gazdasági részre, hogyha egy pillantást vetünk, itt van 44%-on egy hitelünk, ezt próbálom törleszteni. És most már, hölgyeim és uraim, próbálok úgy megcsinálni egy ilyen nyomorult részt, hogy... ne termeljünk deficitet. Megpróbálok majd következő alkalommal rámenni a folyamatos menedzselésre, hogy minél több ember jöjjön be. Próbálok olyan járatokat lerakni, ami felnőtteknek és tinédzsereknek fog szólni elsősorban, hogy ők környékezzék meg a parkomat. Illetve következő rész utáni részbe pedig megpróbálunk lerakni egy hullámvasutat. Legalábbis kifejleszteni egyet. És meglátjuk, hogy a Kalóz Parkunk hogyan fog fejlődni. Itt vannak különböző challenge-ek, amiket kapunk. Itt hullámvasutakat akarnak rettenetesen, valamint azt, hogy a parkomnak a balansz bónusz az 20 legyen. Ha ezekre kapok pénzt, akkor ezekre rá fogok feküdni, és szépen ki fogom dekorálni az egész parkomat. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, számítok mindenkinek az asszisztációjára, így a név adás tekintetében. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjál meg egy lájkkal, valamint iratkozz fel a csatornára, és mi mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!